A korai fajtákkal elindult a csemegekukorica betakarítása Magyarországon. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt idén a tavalyi 500 ezer tonnás termésmennyiségnél valamivel kevesebbre számítanak a 28 ezer hektáros termőföldekről a szakemberek. Az utóbbi években 450-500 ezer tonna körüli mennyiséget kitevő magyar csemegekukorica jelentős részét konzervipari és mélyfagyasztó vállalatok dolgozzák fel, majd exportálják a világ számos pontjára. A betakarított termények kétharmadából konzerv készül, a többiből pedig gyorsfagyasztott csöves vagy morzsolt termékek lesznek. Ezzel a mennyiséggel hazánk a második helyet foglalja el a világpiacon. A világvezető csemegekukorica termelője az Egyesült Államok, ahol éves szinten 3 millió tonnát takaríthatnak be a kedvelt zöldségféléből. A csemegekukorica a legfontosabb feldolgozókai zöldségfélék közé tartozik Magyarországon. A nagymagú zöldség közül a legnagyobb területen termelt zöldségféle, és a legnagyobb mértékben exportált zöldségféle, ami azt jelenti, hogy a magyarországi termelés és export az világszínvonalú, és a világ három legnagyobb országa közé tartozik Magyarország ebben a termékcsoportban. A vetési időszak hogyan alakult az idén? A vetőmagokat honnan szerzik be? Vetőmaggal foglalkozó cégek többsége az Egyesült Államokban termeli a csemegekukorica vetőmagot. Egy kisebb része a vetőmagnak Franciaországban, esetleg Törökországban kerül előállításra, de azt mondom, hogy mindenképpen a meghatározó az Egyesült Államokban előállított vetőmag, ami több mint 80%-át adja a Magyarországon is eladásra került vetőmagnak. A Magyarországon termelt és feldolgozott csemegekukorica alig 10%-át fogyasztják el a hazai vásárlók. Magyarország egy nagyon nagy termelő világ méretekben is. Az azt jelenti, hogy a kezdetektől kezdve a Magyarországon termelt és feldolgozott csemegekukoricának körülbelül 90%-a az exportra került, és alig 10%-át fogyasztják el a hazai vásárlók. Hajdú-Bihar megye mekkora részét adja a hazai termelésnek? A csemegekukorica termelés indulásakor, valamikor a 70-es években az volt az elképzelés, hogy szinte minden megyeszékhely körül volt valamilyen kisebb, nagyobb feldolgozóüzem zöldségfeldolgozásra, sőt csemegekukorica feldolgozásra is, de a gazdasági helyzet alakulása miatt a nagyobb termőképességű termőtájakra, illetve a kisebb szállítási költségek miatt a hajdúságba koncentrálódott a termelésnek a nagyobbik része. A mai napon körülbelül kétharmadát itt a hajdúságban, nyírségben termelik meg a csemegekukoricának Magyarországon. Volt olyan kórokozó, ami veszélyeztette az idei évben a termést? Azt, ahogy bevezetőben említettem, Magyarországon is a klímaváltozás hatásai egyre erőteljesebben érzékelhetők. Minden évben akad új kórokozó, kártevő, ami elég jelentősen érinti a csemegekukoricát is. Az idei évben, különösen a hajdúságban egy viszonylag új kórokozónak számító betegség ütötte fel a fejét, ez a kukoricacsíkos mozaik vírus, ami ugyan megjelent már az elmúlt évben is itt a hajdúságban, de az idei évben okoz jelentős gazdasági kárt is már a csemegekukoricának annak a részében, amelyek nem rezisztensek erre a betegségre. Van olyan csemegekukorica fajta, ami érzékenyebb ezekre a kórokozókra? Igen, azt két csoportba, pontosabban három csoportba is sorolhatók a fajták. Vannak a nagyon érzékeny fajták, amelyeknek a termesztését mindenképpen meg kell gondolni a közeljövőben. Vannak a toleráns fajták, amelyek kismértékben megbetegedhetnek ettől, de nagyobb gazdasági kárt az még nem okoz a termelőknek, és vannak a rezisztens fajták, amelyek azt gondolom, hogy a hosszabb távon ezek a fajták fogják adni a termelésnek a meghatározó részét, mert ezek a fajták garantálják azt, hogy egy nagyobb betegségfertőzés mellett is gazdaságosan termelhető a csemegekukorica. A szuperédes csemegekukorica egyre népszerűbb a fogyasztók körében. Amikor én kezdtem a szakmát 30 évvel ezelőtt, akkor a termelés 100%-a normál édes volt, egy 10-15 évig, és egy 15 éve kezdődött a termelés átállása a szuperédes fajtákra, és most ott tartunk, hogy a konzervgyáraknál ez az arány már körülbelül 90% szuperédes, és a fogyasztóüzemeknél is már 50% feletti, 60-70% is lehet esetenként a szuperédes fajták aránya. Tehát mindenképpen a mi cégünk is, meg az itt bemutatott fajta
kísérlet is azt mutatja, hogy most már jóval nagyobb részt képviselnek a szuperédes fajták, a normálédes fajtáknál a fajta választékban. A koronavírus következtében kialakult világjárvány sok ágazatra hatással volt, köztük a csemege kukorica termelésre is. Egyértelműen azt kell mondanom, hogy azért volt hatása, szerencsére nem túl jelentős hatása, de kicsit nehezebb volt és drágább volt megszervezni a vetőmag szállítmányozást is, a vetőmag eljuttatását a vevőinkhez. Másrészt pedig a feldolgozók is egy ideig bizonytalanak voltak abban, hogy normális betakarítási és feldolgozási szezont tudnak-e csinálni egy ilyen vírusos helyzetben, de a kép azt mutatja, akár a zöldborsónál, akár most a csemegeköze betakarítási szezonban, hogy a feldolgozók azok teljes kapacitással és jó ütemben tudják feldolgozni a terméket.